A Nemzeti Tehetségprogram keretében Kalapok és Pántlikák című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató program támogatása című NTP-OTKP-19-0103 pályázati azonosító számon szereplő Kalapok és Pántlikák elnevezésű nyertes pályázat 2019. október 1 és 2020. december 31 között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 700 000 forint. A pályázati programban az óvoda apró lábak testi kinesztetikus gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel Benéni, Keskeméti Anna és Kunni Nánási Mónika tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. A 30 órás program célja olyan közös élmények, kirándulások szervezése műhelymunkák során, amelyek érzelmileg pozitívan hatnak a szülők gyermekek kapcsolatára. A projekt során a közösen átélt élményeknek köszönhetően a szülők részesei lehettek a gyermekek zenei és táncos élményeinek. Megtapasztalták a gyermekek kiemelkedő adottságainak kibontakoztatását, elköteleződtek a tehetséggondozás iránt. A műhely munkába történő betekintést alkalmával a népzene varázslatos erejére építve együtt táncolhattak a szülők a gyermekeikkel. Kovács Lajos és felesége által tartott élményszerű előadásnak köszönhetően újabb információkhoz jutottak a szülők az egészséges életmóddal kapcsolatosan, amelynek végén a gasztronómia világába is betekintést kaptak a gyermekek szüleikkel együtt a házi készítésű szörp és lekvár kóstolás által. Élményszerző és lazító programokon vettünk részt. Kirándultunk Beregfürdői Dániel farmra, ahol megismertették a gyermekekkel és szüleikkel az állatparkot, őshonos állatokat. Volt itt gyöngytyúk, pulyka, rackajú, mangalica, őshonos, nóniusz és hidegvérű lovak, magyar tarka, szarvasmarha és házi sajt kóstolására is sort került. A helyi művészeti iskola pedagógusai és növendékesei csak tiszta forrásból élményhez juttatták az óvodákba járó gyermekeinket és szüleinket. A Györfi István Nagykun Múzeumban múzeumpedagógiai módszerek alkalmazásával a nagykunság néphagyományának, népviseletének, népi játékainak megismerésére nyílt lehetőségük a gyermekekkel és szüleikkel közösen.